Gergely Gyula, Kelemenyős Művész Képzőművészeti Kiállításán. Felkérem Balkai Géza színművészt is a kiállításra. Budapest 1995. augusztus 23. Gergely Nóra kiállítással megnyitó beszélje. Új Lipót Városi Galéria, 17 óra pár perc, szerdai napon. Balkai Géza vagyok, történetesen. Pedig Gergely Nóra, szintén zenész. Beszéljenek a képek. Képességesek, tehát jók, néha még esetleg zseniálisak is. De hát ugye nem vagyunk utókor a saját életünknek, így le kell mondanunk arról, hogy megcáfolhatatlanul megállapítsuk önmagunkról, hogy zseniálisak, vagy kismesterek voltunk, vagy pedig. Tájvízió, mondja a megnyitó. Így az ezredék vége felé sajnos több vízióink vannak, mint tájak. Ám ha helyesen vizionálunk, megteremthetjük, előképezhetjük a magunk tájat. Gondolom, itt is ez történik. Leképezése, leképírása annak, ami lehetne körülöttünk, ha néha nem csak vízióinkra, hanem a magunk tájékára is figyelünk. Mert mi más, ha nem költészet, egy körvonal, mely hiányokat próbál kitölteni, tehát saját víziókat, saját tájakat teremteni. Ez is persze képzelhető, ugye? A nők úgy tartják, nem fogalmaznak egyértelműen. Az ütés egyértelmű egyedül, azt mondják a férfiak. Most úgy gondolom, érzem, látom, e képekben egyesül az ütés, a férfi egyértelműsége, látom, vízió, a táj körüljárhatóságával, lássuk úgymond nő. Tájoljunk és vizionáljunk. Magyarán legyünk önmagunk költői. Aki nem szereti a körüljárható egyértelműségeket, a tájakat és víziókat szembesíteni önmagába, az nem költő, hanem költekezésre fegyelmező adóhivatal. Figyeljünk tehát a vonal szépségére, és ne a vonalasabb vonaltalanságára. Ők az érdekesek. Érdekes, hogy sajnálom, ők vannak, voltak mindig többen. Zárnyitó szó. Gergely Nóra képei. Képei egy korszaknak, amelyre jobb visszagondolni, egy tájnak, melyben lehetne élni, és időnként szépet vizionálni. Hát teremtsük meg tájainkat. Jelöljük ki a vonalakat, rajzoljuk, vázoljuk fel magunkat, vízióban is akár. Aztán nézzük meg, ki mit talál. A végén lesz palotai bor is. Tájjel. Most pedig két Kondor Béla verset szeretnék felolvasni. Azért a Kondor Béláét, aki fenti dadogásaimat sokkal egyértelműbben írta képre és betűre. Egy boldogság töredék. William Blake úrnak tisztelettel a más világra. A komoly felhők szoknyáskája alá beférkőzött az aranynak. És ötágú sugaraival cirógatja, tapintja a domború földet aranyosan. Másik arany kezével bogozza a felhőbogokat, hogy mesztelenül simulás. Nincs többé ablak, és semmi ház, nincs ruha, kuckó, és aranyos szégyen többé. Íme egy perc. Valaki felét hajol, félmesztelen, kér és vár. Arca csupa ránc, bánkódás a holnapért. Félsz. Hirtelen vakarózik, majd a viszkető helyet gondosan benyálozza.
forrásai kitágulnak, elsimulnak, ásít. Bizonyosan arra gondol, hogy hideg linkkelezett szerszámokkal hamarosan mennek. Ezért feláll, gyorsan lép ötöt, mintha menne, de abba hagyja ezt is azonnal, és nyújtózkodni kezd. Sietés.